Mai vendégünk Varga Mihály, Magyarország pénzügyminisztere. Üdvözlöm, miniszter urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok. Miniszter úr, hogyan látja az elmúlt időszakban Karcag és a térség fejlődését? Nyugodtan mondhatom, hogy Karcag egy olyan emelkedő pályára került az elmúlt hónapokban, ami mindenképpen biztató. Napi szintű kapcsolatban vagyok a város polgármesterével, parlamenti képviselőivel, tehát értesülök a legfontosabb fejlesztésekről, fejlesztési elképzelésekről. Igyekszem a maga módján kormányzati szereplőként is tenni azért, hogy ezekből minél több megvalósuljon. De hát a legfontosabb az, hogy a városban helyben készülnek olyan tervek és koncepciók, amelyek érdemesek a megvalósításra. Aki ide érkezik Karcagra, egy picit hosszabb idő után, az most meghökkenve néz körül, hogy milyen változások is történtek a városban. Hát nyilván vannak szembetűnő változások, amit egyből kiszúr az ember, hogy a Akácliget fürdőnél van egy komoly fejlesztés, parkosítással, beruházással, kint a Liget úti sportpályán szintén megy a fejlesztés. De az apró változásokra is felhívnám a figyelmet, mert néha egy kerékpárút felújítása az sokkal többet jelent az ott élőknek, mint egy nagy beruházásnak az elkészült, ami persze majd hosszabb távon nem csak a város, hanem a régió életét is befolyásolni fogja. Úgyhogy Karcag igyekszik azt a szerepét megtalálni és vinni, ami két nagyváros között, mondjuk Szolnok és Debrecen között neki jut. Választhatná azt a megoldást is, mint más települések, hogy megpróbál valamelyik nagyváros vonzás körzetébe kerülni, és akkor onnan megszervezni az életét. De mi pont egyenlő, majdnem egyenlő távolságra vagyunk ettől a két nagyvárostól, Eger, Békés Csaba is kellő távolságra van. Nekünk önállóan kell megszerveznünk az itteni életet, és a polgármester úr, a város önkormányzata, a parlamenti képviselői teszik a dolgokat azért, hogy ezek a változások megtörténjenek. Számos nehézséggel kellett az elmúlt 2 év során az egész világnak, Európának és sajnos köztük Magyarországnak is szembenéznie. A koronavírus járvány okozta nehézségek, valamint az orosz-ukrán háború kitörésének híre jócskán megnehezítette az országok gazdasági helyzetét. Miniszter úr, hogyan látja, mik a lehetőségeink, hogyan tudnak a családoknak segíteni, illetőleg a munkahelyek megtartásában egyaránt? Nagyon nehéz időszak van mögöttünk, és még egy nehéz időszakban is vagyunk, hiszen amikor a pandémia, a Covid-járvány elindult 2020 elején, akkor azt gondoltuk, hogy ha ezt a járványt leküzdjük, akkor utána minden egyszerűbb lesz, és visszatér az élet a normális 2020 előtti kerékvágásába. Hát sajnos nem ez történt, mert amikor már 2021 végén, 22 elején kezdtünk az egész Covid-ból kifelé jönni, akkor kitört egy olyan háború a szomszédországban, amely hatással van nem csak ránk a szomszédországokra, hanem Európa egészére is, sőt nyugodtan mondhatom a világ egészére, hiszen a világgazdaság folyamatait is jelentősen befolyásolja mindez. Tehát egy nagyon nehéz időszakban vagyunk, nyugodtan mondhatom azt is, hogy a veszélyek korába lépett az országunk élete, egyik veszély a másik után, egyik kihívás a másik után, és ezeket meg kell próbálni kezelni, meg kell próbálni legyőzni. A kormány nevében is nyugodtan mondhatom, hogy Magyarország egy erős országként néz ezekkel szembe, hiszen az elmúlt időszakban azokat az eredményeket, amiket elértünk ország, gazdaság, társadalom szintjén, azokat sikerült megtartanunk. Figyelünk arra, hogy a családtámogatások tovább folytatódjanak, megtartjuk a rezsicsökkentésnek a legfontosabb elért eredményeit, Európában egyedülálló módon a legnagyobb mértékben járulunk hozzá a háztartások rezsiszámláinak a csökkentéséhez. Ugye ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítunk a nyugdíjas honfitársainkra, ugye 15%-kal emelkedtek a nyugdíjak az év elején, és most pedig pont az az időszak van, amikor a visszaállított 13. havi nyugdíjaknak a kifizetése tart. A munkahelyek védelme nagyon fontos, hiszen ebben az időszakban is, egy ilyen veszélyes időszakban is, amikor a háborús helyzet, a szankciók által kiváltott energiaáremelkedés és infláció veszélyezteti a vállalkozások működését, nagyon fontosnak érzem, hogy az emberek munkahelye stabil maradjon. Tehát az emberek mellé kell ebben a helyzetben állni, a vállalkozóknak olyan támogatási lehetőséget biztosítani, ami a munkahelyek megtartásához járul hozzá. Eddig azt kell mondanom, hogy jól vészeltük át ezt a nehéz időszakot, hiszen 4% alatt van a magyar munkanélküliségi ráta,
elhelyezkedési problémák egyelőre nincsenek az országban. Aki akar, az tud magának munkahelyet találni. Nagyon sok olyan vállalkozóval beszélek egyébként, aki akár építőiparban, akár turizmusban, vagy más szektorban is éppen munkaerőt keres. Tehát én úgy érzem, hogy ezek azt mutatják, hogy az ország egy válságálló állapotba került, tud védekezni ezekkel a veszélyekkel, ezekkel a válságokkal szembe. Természetesen a legfontosabb, hogy segítsünk az embereknek a mindennapi élet megszervezésében. Kifejezetten fontosnak tartom az energiáraknak a kezelését, tehát a rezsicsökkentés eddig elért eredményeit meg fogjuk őrizni, meg fogjuk védeni. És a másik nagyon fontos, hogy az inflációt le tudjuk törni, hiszen amikor az ember bemegy vásárolni egy üzletbe, látja az árakat, érezzük azt, hogy az energiaárak, a magas élelmiszerárak egy inflációs hatást gerjesztenek a gazdaság egészében. Itt is segíteni kell azt, hogy akár korlátozásokkal, akár támogatásokkal, akár átmeneti segítségnyújtással vagy programokkal az infláció ellen minél többet tudjunk tenni. Az adósságcsökkentés nem veszélyezteti az, hogy évelején Magyarország deviza kötvényeket bocsátott ki, és adódik a kérdés, hogy a befektetők bizalma milyen ez iránt? Picit visszamegyek az időbe, ugye onnan indulok, hogy amikor ez a kormány elkezdte a munkáját, akkor egy IMF hitel kellős közepén voltunk. Tehát nagyon fontos volt 2010 után, hogy az IMF hitelt visszafizessük, és a saját lábunkra álljunk, csökkentve a veszélyeket, a kockázatokat. El is indult egy adósságcsökkentési pálya, ugye 80% fölött volt a magyar államadósságnak a szintje, 2019 végére ezt 65%-ra tudtuk lecsökkenteni. Óriási eredmény Európában példanélkül. És a Covid ezt megváltoztatta, megtörte, hiszen amikor a Covid beütött, korlátozások voltak, egész iparágak, ágazatok álltak le, gondoljunk csak az éttermekre, a turisztikai vendéglátóhelyekre, vagy éppen a gyógyfürdők bezárására, akkor bizony segítséget kellett adni a gazdaság szereplőinek, ezért az állam hiteleket vett föl, a hitel újra megugrott. Most megint abba a pályába kezdünk beállni, hogy csökkentjük az adósságunknak a mértékét, hiszen már a tavalyi év végén is kisebb mértékű lett az adósság, mint egy évvel korábban, és ebben az évben is az a tervünk, hogy csökkentjük az államháztartás hiányát, csökkentjük az államadósság mértékét. Annak, hogy év elején egy devizakötvény kibocsátás volt, annak tulajdonképpen egy teszt jellege is volt, hiszen azt akartuk megnézni, hogy a piacok hogy viszonyulnak a magyar adósság szerkezet, a magyar gazdaság helyzete iránt. Most azt kell mondanom, hogy háromszoros túljegyzése volt ennek a papírnak. Magyarország 4,2 milliárd dollárnyi hitelt vett föl a piacokról. A piaci bizalom tehát töretlen. Hát azt tudom mondani, hogy miközben veszélyes a helyzet, magasak az energiaárak, van egy kihívás a szankciók, a brüsszeli szankciók miatt, azon közben úgy ítélik meg a piacok, hogy a magyar gazdaság jól teljesít. Szerencsére tehát az adósságkezelésben nincs problémánk. Az év célkitűzése az, hogy ez tovább csökkenjen. Szeretnénk ezt a kockázatot, hiszen az adósság mindig egy kockázat, akár család veszi föl, akár egy vállalkozás, de egy ország is, ezt a kockázati szintet csökkenteni. Ahogyan beszéltük, nehéz korokat élünk. Milyen megtakarítási formákkal tudják a családokat segíteni? Itt gondolunk arra, hogy néhány nappal ezelőtt bombaként robbant a hír, hogy az egyik legnépszerűbb konstrukció a babakötvény kamata tovább nőtt. Mit lehet tudni a részletekről? Igen, a babakötvény ma a legvonzóbb megtakarítási forma, hogyha valaki állami garanciával keres valami megtakarítási formát. Az állampapírok is nagyon jó kamatokkal fizetnek, de azért a babakötvény kimagaslik ezek közül is. A január elejétől 17,5%-ra emelkedett a babakötvénynek a hozama, a kamata. Ez azt jelenti, hogy ez ma a legmagasabb ilyen megtakarítási forma, amihez még az állam bizonyos összeget évente hozzá is tesz, egy 10%-nyi összeget. Én azt gondolom, hogy amikor 300 ezer gyerek után már van ilyen babakötvény, és amikor ennek a teljes állománya meghaladja a 200 milliárd forintot, akkor egy sikeres termékről beszélhetünk. Tehát az emberek is úgy érzik, hogy érdemes a gyermek, vagy gyermekük, felnövekvő gyermekük, akár unokájuk számára is takarékoskodni. Ugye úgy van a konstrukció, hogy nyitok egy számlát a gyermekemnek, az állam erre tesz egy bizonyos összeget, majd aztán én is valamivel hozzájárulok, és 18 éves korában a gyerek fölveheti ezt a pénzt. Tehát a gyerek úgy tud elindulni a felnőtt életébe, hogy valami megtakarítás már van mögötte. Én azt gondolom, hogy a megtakarítások döntő többségét érdemes a magyar lakosságra bízni. Tehát nagyon nagy eredménynek tartom azt, hogy amikor elkezdtük a kormányzást 2010-ben, a magyar lakosság a teljes
adósságon belül csak 3%-ot vállalt, most ez 25%-nál van. Sokkal jobban örülök annak, hogyha Szabó Istvánnak, vagy Kis Péternek, vagy Nagy Józsefnek megy a kamatkifizetés, mint hogyha egy külföldi befektetési alapnak, vagy éppen egy hedge fundnak. Szóval ez egy nagyon jó szerkezeti változás volt, de ezen belül is sikerült elérnünk azt, hogy a deviza aránya csökkent az adósságnak, a lakosság sokkal nagyobb arányban finanszíroz már adósságot, hozamok így a lakossághoz kerülnek. Másrészt pedig annak is örülhetünk, hogy az adósság szintje is csökkent az elmúlt években. Ezek fontos elemei annak, hogy az ország kockázatai csökkenjenek, ugyanakkor meg az itt képződő jövedelem az ne külföldre menjen, hanem lehetőség szerint az országon belül maradjon. Tisztelt úr, én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is.